Szerdán éjfélkor lezárult az átigazolási időszak az amatőr labdarúgásban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt évekhez hasonlóan jóval kisebb volt a játékos mozgás, mint a nyári szünetben. A 127 első, másod, illetve harmadosztályi együttes így már végleges kerettel készülhet a tavaszi folytatásra. Ha az időjárás nem szól közbe, a jövő hétvégén a megyei első osztályban már bajnoki pontokért lépnek pályára a csapatok. Megyei első osztály, hogyha minden jól megy és az idő engedni fogja, akkor február 24-25-én folytatódik. Muszáj elkezdenünk ilyen hamar, hiszen ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség az NB3-as rájátszás miatt június 3-4-re teszi azt az utolsó időpontot, amikor be kell fejezni a megyei első osztályi bajnokságot, és hát nagyon bízunk benne, hogy ilyen kellemes marad továbbra is ilyen télies, de ugyan enyhe az időjárás, úgyhogy február 24-25-én el tudjuk kezdeni az első osztályt. Megyei második és harmadosztály pedig egy hétre rá, március 3-4 fog majd rajtolni, és ők június 9-10-én fogják befejezni majd a pontvadászatot, az utánpótlás bajnokságok pedig értelemszerűen március végén. A hétvégén az MLS megyei igazgatósága két tornát is rendez a nyíregyházi Filó foci csarnokban. Szombaton a több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő szövetségkupán, vasárnap pedig egy új kezdeményezésként elindított utánpótlás tornán pattog majd a labdon műfüves pályán. Az igazgatóságnak is van egy kispályás foci csapata, másrészt pedig erre a tornára olyan csapatokat hívunk, akik ugye a megyei futballban érdekeltek, a megyei futballért tesznek, vagy éppen annak a népszerűsítéséért, így ugye a megyei edzők, a megyei játékvezetők, a kormányhivatal csapata, illetve a média válogatott is fog alkotni egy egyesületet, és idén először a megyei sportegyesületek elnökei is alkotnak egy kispályás csapatot. Ez a 6 csapat fog pályára lépni az egész napos rendezvényen. Az első alkalommal írtuk ki idén az U19-es kispályás teremtornánkat. Nagyon reméljük, hogy jól fog sikerülni. Az elmúlt hétvégén lezárult a két helyszínen, Demetserbe és Újfehérton a selejtező tornái, és innen az 5 legjobb csapat jutott be a döntőbe, mely döntőt most vasárnap rendezik a Filó csarnokba. Bízunk benne, hogy hasonlóan sikeres és jó színvonalú mérkőzések lesznek, mint ahogy volt a felnőtt nyíregyházi tornán. A szombati tornán délelőtt 10 órakor, a vasárnapin 9 órakor kezdődik a program. Az utolsó meccseket a tervek szerint mindkét napon délután 3 óra körül játsszák majd az érintett csapatok.